Alapvetően, ami iskola tanszerekről szól, az 35 ezer forint volt, de ebbe ugye nincs benne olyan, hogy benti cipő, tornacipő, stb. Tehát most satszolom neked olyan 45 ezer forint körülbelül két gyerekre. Megkapjuk a listát az iskolából, hogy mi az, amit meg kell venni, ami ugye tanszer, és a cipő, meg minden egyéb, ami meg szükséges, azt azért nem tudom használtan, mert így is tönkre megy egy év alatt. Tehát, hogyha megveszek mondjuk használatlan egy tornacipőt, sokra nem megyek vele, így aztán inkább úgy vagyok vele, hogy újonnan. Nekem így egyszerűbb. 12 ezer forintos számlánk volt egy boltban, de ott nem tudtunk mindent megvenni. És mondjuk most egy negyedikes, meg egy hetedikes gyerek készül iskolára, tehát nem elsősöket készítek föl. Úgyhogy ez két gyereknek az iskola kezdése, és nem volt benne minden. Füzetek, bekötők, tolltartóba kiegészítők, a elkopott ceruzák helyett, radírvonalzó, temperakészlet. Igyekeztünk azért a jobb minőségű füzetet választani, nem ezt a nagyon kevés laposat, hanem a vastagabbat, ami ki fog tartani azért várhatóan egész évben. Van, ami öröklődik, de azért nagyon sok minden elveszik, meg ilyen a ceruzák, ugye olyan rövidre faragódnak így év során, hogy majdnem minden év elején új színes készletet is vásárolunk, úgyhogy hát ilyesmi most nem kellett ilyen nagy tétel, hogy iskolatáska, meg tornazsák, meg ilyenek, azok most jó volt a tavalyi, de például tavaly kellett vegyünk nagyobbat, mert már a elsős másodikos az elkopott, meg kicsi volt, úgyhogy tavaly például iskolatáskát is vettünk. Nyaralás után ez nehéz. Amennyiből úgy jól ki lehetne jönni, ez gyerekenként 50 ezer szerintem. Ő most elsős, tehát gyakorlatilag az egész tócot meg kellett venni. Ez olyan 80 ezer forint volt összesen. Hát úgy iskolatáskástól mindenestül ergonomikusat vesz az ember, mondjuk az egy 20 ezer forint alaphangon. Az iskolában ez úgy volt nálunk, hogy volt egy tanszercsomag, amit összeválogatott a tanárnő. Ez nyilván az ő ízlése szerint volt, azt ki kellett, vagy hát lehetett választani, hogy nem fizetjük ki, én azt kifizettem. És akkor nyilván ez is benne van, hogy nem csak az én ízlésem, hanem meg az is benne van, hogy művészeti suliban egy kicsit drágábbak a tanszerek, de én azt hallottam, hogy 100 ezer forint is simán elmegy. 25 ezer forint. Hát körülbelül annyi a füzetek, amikkel táskatol. Na, akkor ezek igazából a tanszerek. Ezek a tanszerek, igen.